mi van? Ne középen menjél! Hát fennakadunk! Hát hogy menjek én? Ilyen, mi az, hogy középen? Engedd fel a kuplungot, azért gurul. Tested is kisebbre. Az biztos a kedvedér. Nem vészfékpróba. A fékpróba az azt jelenti, hogy megállítja az autót szépen normálisan, mint ahogy az úton. Akkor nem vészfék, akkor csak fék. Próbáljunk azért azzal a gázzal finomabban bánni, ha lehet, jó? Kicsit finomabban, mert síkos ám az út, György. György, váltsunk, jó legyen szó. Érzi ezt a szagot, György? Ez a kuplónak a szaga, úgyhogy ezt ha lehet, akkor ne csinálja. Próbálja használni a sebességváltót, jó? Ilyenkor mindig egyszerre csak egyet tudok csinálni. De hármasban kellene váltani ezt az autót, jó? Nem kettesben. György, ugye jobbra tartást azt tanulta, ugye? Hát, hogy most melyik sávban, hogy menjünk át? Gyalogos, nem kéne átengedni, György? Akkor is te is. A jelszessel engedni mindent, jó, György? Hát akkor sajnos nem sikerült ez a vizsga. Engedjen le mindent, ha megkérhetném, jó? 55 évesen szerezte meg a jogosítványát. Oktatója nevezte be a játékba. Indulás előtt mindig ellenőrzi a kocsit. Barátján kívül senki sem mer beülni mellé.